Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A prófétai küldetésről gondolkodunk a mai alkalommal. A próféta olyan személy, aki valakinek a nevében, valakinek a megbízásából beszél. Tehát nem a saját véleményét vagy saját meglátásait teszi közzé, hanem a megbízójának a szándékait tolmácsolja. Nyilvánvaló a bibliai összefüggések között a próféta az Isten nevében szóló küldött, aki Isten szándékait közvetíti az emberek számára. Mielőtt tovább gondolnánk a prófétai küldetésnek a jellemzőit, hallgassuk meg a mai közös gondolkodásunk alapjául szolgáló evangéliumi részt Szent Máté könyvéből, a 7. fejezet 15. versétől a 20. versig terjedő részt. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: óvakodjatok a hamis prófétáktól. Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szent Máté könyvéből a 7. fejezet 15. versétől a 20. versig terjedő részt olvastam. Ez lesz mai közös gondolkodásunk evangéliumi alapja. És mint említettem, prófétai küldetésről gondolkodunk, mit jelent prófétának lenni, mennyiben vonatkozik ez ránk, hiszen nem csupán egy történeti áttekintést igyekszünk megtenni a Biblia világában a prófétai küldetésről, hanem arra kell gondolnunk, hogy mi is valakinek a nevében kell, hogy beszéljünk, pontosabban a maikor embere is kap Istentől megbízást, Jézus Krisztustól megbízást, hogy az ő nevében szóljon, az ő értékeit, üzenetét továbbítsa a többi ember számára. Valakinek a nevében beszélni. Ez a próféta küldetése. De le kell szűkítenünk erre a sajátos értelemre. Az Isten nevében való tevékenykedés és megszólalás. Ez a próféta küldetése. Általában a próféták mindig a maguk korához szólnak. Az adott kor embereit szólítják meg, hát ez természetes is, és magától értetődő, de meg kell jegyeznünk azt is, hogy a prófétának az üzenete a távoli jövőbe is mutat, akár a végidőkre is vonatkozhat. Nem lehet leegyszerűsíteni természetesen a próféta feladatát arra, hogy ő jövendő mondó. A próféták nem jósok. Nem bizonyos jelekből a maguk okoskodása szerint akarnak a jövőre vonatkozó felvilágosítást adni az emberek számára. De mégiscsak a jövőre is mutat a prófétáknak a küldetése, illetve az üzenet tartalma, amit ők tolmácsolnak. Így tehát a próféta az ember élet változásait igyekszik előmozdítani. Azért szól a próféta, hogy az emberek az életüket
megváltoztassák. Ha az Ószövetségnek az egyik szép, képes elbeszélését szeretnénk idézni, Jónás prófétának az alakját, ezt a történetet jól ismerjük a Bibliából is, vagy akár neves költőnk Babits Mihály tolmácsolásában. A próféta a megtérést szorgalmazza. El kell mennie Jónásnak Ninivébe, hogy bűnbánatot hirdessen. A többi próféta is népének megtérését szorgalmazza, tehát a próféta küldetése az, hogy az embereket felrázza. A próféta küldetése az, hogy az emberek megváltoztassák az életüket, tehát visszatérjenek Istenhez, visszatérjenek a helyes értékekhez, hogy megújítsák az életüket, hogy figyeljenek az idő múlására, mert az emberi élet múlékony, és éppen ezért fontos, hogy időben tegyük meg a dolgainkat, és használjuk ki a lehetőségeinket. A proféták természetesen a legegyszerűbb közlési módon emberi szavakkal hirdetik Isten üzenetét, nyilvánvalóan élő szóval. A bibliai összefüggésekben azt látjuk, és a Szentírást ismerve, és a Szentírás könyveit is figyelembe véve, tudjuk jól, hogy a proféták között vannak úgynevezett író proféták is, olyanok, akik Isten üzenetét írásba foglalják. Nem mélyedhetünk el abban, hogy most egyes prófétákat külön is szemügyre vegyünk, vagy az írott könyveket elemezzük, mert például ott van az az igen sajátos irodalom, vagy történettudományi kérdés, vagy a Szentírás tudományi probléma Izajás esetében, Izajás könyvére vonatkozóan, amelyben el lehet három történeti kort különíteni, és a Szentírás szakértői rámutatnak arra, hogy legalább három személyhez, vagy három időbeli keletkezési ponthoz igazítható, vagy köthető Izaiás könyve, és éppen ezért ez sajátos történeti kérdés is, és nyilvánvalóan bibliai kérdés, mégis egy név alatt szerepel, és egy könyvet alkot Izaiásnak a könyve. Ezek árnyalati és igazán tudományos kérdések, amelyek nyilvánvalóan fontosak, de mi most csak arról igyekszünk beszélni, vagy gondolkodni, hogy mégiscsak egy azonos gondolatmenet, egy azonos üzenet mentén keletkezett ez a könyv is, még akkor is, hogyha időben elhúzódott, és több személyhez köthető. Egyébként sem tudjuk, hogy a Biblia könyveit pontosan ki írta, kik írták. Természetesen tudjuk, hogy kikhez kell kötni, de nyilván mindig több szerző is szerepel, és nem mindig nevesíthető a Szentírás könyveinek szerzője. Nyilvánvalóan az apostoli leveleket mégiscsak az apostolokhoz kötjük, és a szerzőséget nekik tulajdonítjuk, vagy az evangéliumokat is, de az ószövetségi könyvekben nem tudunk mindig utána járni annak, hogy pontosan ki volt személy szerint annak az adott bibliai könyvnek a leírója. A proféták esetében is erről van szó, de lényeg az, hogy a profétai küldetésnek egy sajátos megnyilatkozási módja az írásbeliség, tehát a proféta beszél a szavaival, élő szóval. Vannak olyan proféták, akik az isteni üzenetet le is írják, író proféták, tehát
Az ő írásaik így módon bekerültek a Szentírás könyvei közé, ezért van Izaiás könyve, Jeremiás próféta könyve, aztán ott van Dániel próféta könyve, Ezekiel könyve, és aztán vannak még kis próféták, az előbbiek nagy prófétákként szerepelnek a bibliai elemzésekben. Tehát a próféta az mindig Isten nevében beszélő személy. Az utolsó igazán nagy próféta, aki lezárja az ószövetségi próféták sorát, keresztelő Szent János. Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, így nyilatkozik az Úr Jézus az ő előhírnökéről, az előfutárról, a pusztában kiáltó szóról, aki megmerítette őt a Jordán vizében, tehát igazán nagy, kiemelkedő személyiség, keresztelő Szent János. A mennyek országában azonban az új szövetségi állapotban, még a legkisebb is nagyobb nála, tehát ezzel Jézus azt az óriási különbséget érzékelteti, ami fennáll az Ószövetség és az Új Szövetség között, és keresztelő Szent János ennek a határmesdjéjén szolgál, ő lezárja az Ószövetség prófétáinak a sorát, és ő már maga olyan próféta, aki a legtöbbet tudja tenni az isteni üzenet tekintetében, felülmúlva a korábbi prófétákat, akik csak jövendőltek a leendő messiásról, beszéltek arról, hogy az Isten megváltja a világot, és eljön az emberfia, eljön az Úr szolgája, aki helyrehozza a békét Isten és az ember között. Keresztelő Szent János nem csak jövőbe mutatóan tudta ezt meghirdetni, és nem csak előkészítette az Úr útját, hanem rámutatott Jézusra, rámutatott az Isten fiára, rámutatott a megváltóra, mert hiszen kortársa volt, és a jelenben, az ő jelenében, közös jelenükben ezt megtehette, rámutatott Jézusra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ő bemutatta a világnak az üdvözítőt. Tehát az ő prófétai küldetése ezzel koronázta meg a korábbi próféták szolgálatát. Így tehát keresztelő Szent János a legteljesebb mértékben vált prófétává és előhírnökké, nem csak a szavaiban hirdette, hogy elközelgett a mennyek országa, nem csak szóval és az alámerítéssel, a Jordán vizébe való megmerítettéssel szolgálta az embereket, és hirdette, hogy tartsatok bűnbánatot, hanem a saját áldozatos élete, tiszta élete is, a szűzi tiszta élete, ugyancsak rámutató jel volt a megváltóra, és aztán a vértanúságában, ahogy, mint ismeretes, a Heródes lakomáján, Heródiás lánya kérésére, illetve a szövetkező, a János ellen szövetkező asszonyok, mint egy követelésére, Heródes lefejeztette Jánost a börtönben, azon a lakomán, ahol Szalóme táncolt a vendégeknek, és táncolt a királynak, és ez lett az ő vértanúsága, és már ezzel is rámutatott, mint próféta, rámutatott az üdvözítőnek az áldozatára, útkészítője volt Jézus megváltó keresztáldozatának. A próféta tehát Isten nevében beszél. A próféta Isten szándékait tolmácsolja, és ez nagyon fontos, hogy nem a maga bölcsességét, nem a maga meglátásait képviseli, hanem Isten bölcsességét,
és Isten szándékait tolmácsolja az emberek felé. Említettük már, hogy a próféta élőszóban beszél, arról is kell szót ejtenünk, hogy írásbeliség is jellemzi a prófétai tevékenykedést, és van egy sajátos prófétai mód, prófétálási mód is, ezek a jelképes cselekedetek, amikor az egyik prófétának például házasságot kell kötnie, és aztán az abból születő gyermekek is üzenetté válnak, aztán jól ismerjük az egyéb prófétai tetteket, akár Jeremiástól, az agyakkorsó összetörése, és egyéb módok, amelyek kifejezik az Úr szándékait. A próféta tehát a tetteivel is alátámasztja, vagy pedig sajátosan jelzi Isten üzenetét. Az előbb említett csúcsponton álló próféta keresztelő Szent János a saját életével és vértanúságával is prófétává lesz, mint említettük, a megváltó kereszt áldozatát, életáldozatát készíti elő, arra mutat rá, és így válik hitelessé ez a rámutatás, a Jézusra mutatás, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Ehhez vértanúnak kell lenni. Az életét adja a megváltó az emberiségért, és a rámutató próféta is a tiszta erkölcsi elveiért és hiteles prófétai küldetésért vállalja a vértanúságot. Arról is szóltunk már, hogy a próféta jelenkor emberét szólítja meg. De mindig van egy későbbi, távolra mutató üzenet is. És aztán van a végidőre vonatkozó üzenet is, hiszen nagyon sok próféta beszél a végső időkről is. Egyrészt a messiás elérkezésének az idejéről, a próféták, az ószövetségi próféták adott korában ez még egy jövőbeli várakozás és jövőbeli esemény, ugyanakkor az idők végezetére is vonatkoznak üzenetek, amelyek majd a világ végének és az e világ jelenlegi állapota lezárulásának az jelenségeit tárják fel. De meg kell ismételnünk azt a gondolatot, hogy a próféta nem jós. Tehát a próféta szava mindig Isten üzenetét közvetíti, Isten szándékai szerint, szóval, írásban, vagy jelképes cselekedettel, és megvan az adott kor megtérésére, újjászületésére vonatkozó értelme, és a későbbi lelki újjászületésre vonatkozó lehetőségek bemutatása és annak feltárása, ez is megvan a próféták szavában, küldetésében. Így van ez például Ezekiel jövendőléseiben, hogy csak egyet mondjak és emeljek ki, az újjászületésre és a választott nép életének újjárendezésére van egy konkrét üzenete Ezekiel prófétának, amikor arról beszél, hogy az Úr üzeni, tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítalak titeket minden bálványotoktól, új szívet adok nektek, kiveszem a kebletekből a kőszívet, és új érző eleven szívet adok helyébe. A próféta tehát a választott nép hűtlenségét követő, újjászületésére is vonatkozik, az Úristen felajánlja a lehetőséget arra, hogy a népe újjárendezze az életét, a körülményeit, az országát újjáépítse, és ugyanakkor egy későbbi
szövetségre is gondol, az új szövetségre, amelyben az egész emberiségnek meg lesz a lehetősége arra, hogy újjászülessen, és az embernek lesz a lehetősége arra, hogy Istennel kibéküljön, és a személyes életét is újjá szervezze, és a személyes életét is megújítsa. És mi már keresztények ezt a prófétai szót Ezekieltől, mi már arra vonatkoztatjuk, hogy a keresztségben lesz lehetősége az embernek a tiszta víz által újjászületnie, mert az keresztség megtisztít, és valóban a tiszta lélek állapotát adja meg, ahogy a próféta erről jövendől, és a kőszívet, a régi szívet kiveszi az ember kebléből, új szívet ad az embernek, tehát ugyancsak keresztelő Szent János mondja, hogy aki utánam jön, jóval nagyobb nálam, és ő majd tűzzel és szent lélekkel keresztel. Tehát amíg János a vízbe, a Jordánba merítette az embereket, és csak jelképes cselekedetként figyelmeztette őket az újjászületésre, hogy tartsanak bűnbánatot, vagy reményt keltett bennük, vagy vágyat ébresztett bennük arra vonatkozóan, hogy akarják az életüket jobbá tenni, akarjanak megújulni, a hűségben visszatérni Istenhez. Addig, aki utána jön, vagyis Jézus és az ő keresztsége jóval többet ad, valóban az új szív ajándékát adja, és megadja azt is, azt a lehetőséget is, hogy az ember valóban újra kezdje az életét, és lélekben újjászülessen, megtisztuljon, és majd egykor testben és lélekben, emberségünk egészében újjászülessünk. Tehát ezek ilyen jövendőlése így lesz a jövőbe mutató üzenet is, amit mi már keresztényként a keresztény élet gyakorlatára is, a keresztségre, annak kiszolgáltatására is vonatkoztatunk. A próféta tehát Isten embere, Isten üzenetét tolmácsolja, azt mondja az Úr Jézus, óvakodjatok a hamis prófétáktól. Nyilván vannak hiteltelen próféták, akik nem Isten szándékai szerint beszélnek. Attól lesz a próféta, hamis próféta, hogy nem Isten szándékait tolmácsolja, hanem a maga okoskodását, a maga ötleteit adja elő. Természetesen az a hamisság mindebben, hogy a hamis próféta is Istenre hivatkozik, és úgy tünteti fel magát, mint Isten küldöttjét. Csak éppen nem Isten szándékai szerint cselekszik. A próféta a már meglévő kinyilatkoztatásból, vagy személyes élményeiből tiszta, jó lelkiismerete szaván keresztül ismerheti fel az isteni szándékot, ismerheti fel a prófétai küldetést, mert az Úr valahogyan megszólítja sokféleképpen, személyes élményeken keresztül tisztázódik a hivatás az ember életében, így a prófétai hivatás is. Tehát az Úr ad megfelelő jeleket a prófétának ahhoz, arra vonatkozóan, hogy felismerje a tőle kapott küldetést, és elinduljon. Az Úr megszólítja a prófétát, és küldi. Nem egészen úgy, ahogyan az emberi kapcsolatainkban egymást megszólítjuk, vagy megbízunk egymást bizonyos feladatokkal, hanem sajátos módon, lelki élményeken keresztül, történelmi események, felismeréseink keresztül, tehát sokféleképpen érzékelheti a próféta az Úr megszólítását és az ő szándékait. Amennyiben viszont önjelöltként indul a próféta, akkor hamis prófétává válik, amennyiben nem Isten szándékait közvetíti.
Jézus óv a hamis profétáktól, és hogy ki a hamis proféta, ki az igaz proféta, arra vonatkozóan a gyümölcs hozatalt említi. Érdemes egy vallási, politikai jellegű vallási csoportról is megemlékezni ezeknél a gondolatoknál. Ez a zelótáknak a forradalmi csoportja, akik Krisztus előtt már a makkabeusi kortól kezdődően szerveződnek, és igazából a mozgalmuk az Úr Jézus évszázadában, tehát az első században bontakozik ki. Ők politikai messiást várnak, ők egy evilági szabadító eljövetelére készülnek, és így tekintenek a messiásra. És ők harcolnak is ezért, sok mindent megtesznek azért, hogy kiűzzék a választott nép ellenségeit, azokat legyőzzék. Egy sajátosan fegyveres csoport is, az úgynevezett szikáriusok csoportja is megjelenik idővel, akik felszabadító mozgalomként tevékenykednek, és bizony, mint ismeretes ilyen esetekben, az ellenfél kiírtása, megölése is szerepet játszik, tehát egyszerűen fellázadnak és harcolnak az elnyomó hatalommal szemben. Éppen ezért, igen, erőteljes a tevékenykedésük annak a sajnálatos történelmi eseménynek a küszöbén, a 60-as évek Krisztus után, amelyben előkészülnek a nagy lázadásokra a Római Birodalom ellen, melynek a vége az a tragikus esemény, amelyről Jézus is beszél, amikor megsiratja Jeruzsálemet, Jeruzsálem pusztulása Krisztus után 70-ben. Ezt megelőzi ez a forrongás, amelynek szereplői az úgynevezett zelóták, vagy a csoportjukon belül a szikáriusoknak a mozgalma. Ebben a forrongásban nyilvánvalóan olyan jeleket is ők felmutatnak, amelyek nem egyeznek Krisztus szándékaival és jeleivel, mert Krisztus nem forradalmárként jött, ő soha nem fegyveres felkelésre bíztatott, hanem éppen ellenkezőleg az ellenség iránti szeretetre, az ellenségnek ellenség iránti megbocsátásra, a szelídségre, hiszen Jézus magát királyként mutatja be és válaszol Pilátus kérdésére. Bizony ő király, de az ő országa nem e világból való. Tehát nem fegyveres felkeléssel hozza el az Isten országát. És a messiás nem politikai győztes az ellenfele fölött, hanem szelíd és az örök életre elsegítő lelki újjászületést ajándékozó valaki, aki saját életáldozatával, véráldozatával adja meg az egész emberiség számára a lelki újjászületés lehetőségét. Így tehát, amennyiben a gyümölcseiről lehet a fát megismerni, itt egyes szentírás elemzők gondolnak erre a mozgalomra is, amit most említettünk, és annak szereplőire, akik nem megfelelő gyümölcsöt hoztak, tehát a szándékuk sem megfelelő, Isten akarata szerinti, lehet érteni akár őrájuk is az előbbi intelmet, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól. És amikor a farkasra utal a megjegyzés, báránybőrbe bújtatott farkasok, akkor ebből világosan kitűnik, hogy teljesen ellentétes az ő megnyilatkozásuk Jézus szándékaival, aki bárányként küldi a farkasok közé az ő tanítványait szelíden és alázatosan, ő maga is, mint említettük,
keresztelő Szent János rámutatása szerint ő maga is bárány lesz, és áldozati bárányjá válik, az Isten bárányaként jön közénk. Tehát Jézus a tanítványait szelídként küldi az erőszakos világba, nem pedig ahogyan az elóták tevékenykedtek, hogy előadják esetleg a vallási buzgóságnak a képviselőit és annak a szerepét, és ugyanakkor belülről pedig farkasként, tehát erőszakkal igyekeznek érvényre juttatni a saját, és nem Isten akarata szerinti elhatározásaikat. Tartsunk rövid szünetet, és még egy rövid összefoglalóval a zenés pihenőnk után összegezzük a mai gondolatunkat. Akik most kapcsolódnak be a közös gondolkodásba, azok számára említem, hogy Szent Máté evangéliumának a 7. fejezete 15. versétől a 20. versig terjedő szakasza nyomán gondolkodunk a prófétai küldetésről. Benita Deum, benita Deum.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Ki a próféta? És vajon nekünk mi közünk van a prófétákhoz, ma élő embereknek, azon felül, hogy olvassuk a próféták írásait a Bibliában, és a mai korra is, és a jelen életünkre vonatkozóan is tudunk üzeneteket kapni és következtetéseket levonni, hogy hasznos és helyes életet élhessünk. A próféták Isten emberei, akik az Úr nevében szólnak, és akik életükkel is alátámasztják az Istentől kapott üzenetet. A próféta tehát kötelességszerűen is egész életével kell, hogy alkalmazkodjék Isten akaratához és az ő szándékaihoz. Az ószövetségi próféták sorát lezáró keresztelő Szent Jánosra is újra hivatkozunk, mert az ő élete különösen figyelemre méltó jel a tekintetben, hogy a kimondott szónak és az életnek, életmódnak összhangban kell lennie a próféta esetében, és mindazoknak az esetében, akik az Úr nevében küldötté válnak és mennek a világba, hogy hirdessék Isten szavát. Keresztelő Szent János tiszta életet élt, szigorú volt az Úr nazírja, kiválasztottja volt, aki részegítő italt nem fogyasztott, aki tiszta, szűzi életet élt, aki olyan egyszerűen és természetközeli életmódot folytatott és úgy élt, hogy valóban a bűnbánatra, a magunkba fordulásra hívja föl a figyelmet. Kint élt a pusztában, sáska és vadméz volt az eledele, szúros ruhát viselt, teveszőrből készült ruhát és bőröv övezte a derekát. A megjelenésében is a kiválasztottaknak az alakját követte, a zordon megjelenésével, vagy hosszú hajával, vagy szőrös mi voltával, a korábbi ószövetségi előképre is rámutathatunk, Sámsonra, akinek a születése épp olyan rendkívüli volt, idős vagy terméketlen szülőktől, mint ahogy keresztelő Szent Jánosé. Sámson édesanyja sem fogyasztott részegítő italt és szigorú életet kellett élniük, hogy az Úr küldetjét befogadják, és aztán Sámson ereje abban volt, hogy nem nyírták le a haját, és mikor lenyírták, akkor elgyengült, tudjuk, hogy a csábítónő Delila kivette a titkát, és akkor a filiszteusok elfogták, amikor legyengült, és aztán később, amikor újra kinőtt a haja, akkor tért vissza belé az erő, de addigra megvakították, és már csak a megtorlásra jutott ereje, hogy a nép ellenségeit elpusztítsa, a filiszteusokat. De a megjelenésében egy szigorú, az Úrnak kiválasztottjához illő életformát követett, és így volt ez aztán keresztelő Szent Jánosnál is. Sámsont, mint előképet szoktuk emlegetni ebben a tekintetben az ószövetségi történetek sorából. Keresztelő Szent János más jellegű erőt hordozott, az erkölcsi tekintély erejét, hiszen ő a bűnbánatot hirdette a pusztában, és a bűnbánati felhívását kellett, hogy alátámassza az ő szigorú életével, és önfegyelmezett, és kemény aszkéta életével. Tehát a prófétának meg kell hoznia a gyümölcsöt is. Azért volt hathatós a szava keresztelő Szent Jánosnak, mert alátámasztotta az üzenetet a személyes életével. Rá is vonatkozik nyilván, amit az Úr Jézus mond, hogy
A hamis profétáktól óvakodni kell, de viszont az igaz profétákra hallgatni kell, mert a gyümölcseiről lehet megismerni az igaz profétát. A következetesség mindig saját tulajdonsága, sajátossága a profétának. A következetesség erőt ad a küldöttnek, hogy hathatósan tolmácsolja Isten üzenetét. Tehát így kell tekintenünk az Úr választottjaira, akiket prófétaként küld az Isten. Az új szövetségi ember, Jézus Krisztus követője ugyancsak lehet próféta. Ne feledjük el, hogy a szó sajátos értelmében valaki más nevében beszél a próféta, mégpedig Isten nevében. Tehát aki Isten nevében beszél, az prófétai küldetést vállal, sőt, prófétai kötelezettséget is, és a keresztény ember csak úgy lehet Krisztus követe, csak úgy lehet Jézus Krisztus követője, ha elfogadja tőle a missziós parancsot. Jézus minden követőjét küldi a világba, és azt mondja, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Sajátosan ez az apostolokra és a tanítványokra vonatkozik, de minden későbbi és minden korban élő tanítványra is vonatkozik, hogy hirdetnünk kell az evangéliumot. Aki tehát kereszténynek mondja magát, az egyúttal próféta is lesz a maga korában. Proféták vagyunk ma a 21. században, és prófétaként indulunk a világba, mert Jézus, az Isten fia küld bennünket. Ne feledjük el tehát azt, hogy a krisztusi állapot egyúttal prófétai állapot is. Amikor tehát a mai alkalommal a prófétai küldetésről beszélünk és gondolkodunk, ne feledjük el azt, hogy mindnyájan próféták lehetünk, ez azon múlik, hogy igent mondunk-e Jézus hívására, és elfogadjuk-e tőle a világra szóló küldetést. Az egész világra szól az üzenet, és indul a próféta, és szól a prófétának a szava. Bárhol vagyunk a világban, mindenütt kötelez bennünket az evangélium szolgálata, tehát mindenütt próféták is vagyunk. Azt is tudjuk, Jézus a saját küldetéséről mondja, hogy senki nem próféta a maga hazájában. De az a tény, vagy sokszor csalódásra okot adó helyzet, hogy éppen a legszűkebb környezetben valaki nem tud hatékonyan prófétálni, talán éppen azért, mert túl közel van a szeretteihez, vagy a családtagjaihoz, vagy barátaihoz, és másként néznek rá, mert barátként, vagy testvérként, vagy közeli rokonként tekintenek rá, ezért nehezebben fejti ki a maga hazájában a próféta küldetését. De mind a szűk környezetben, mind a tág környezetben, mind a legtágabban küldetésünk van, prófétai küldetésünk, hogy az evangéliumot hirdessük. És a próféta, mint megbízott, Jézus szavát, örömhírét tolmácsolja az embereknek. De ezzel a feladattal és ezzel a kötelezettséggel egy másik fontos tényt is meg kell állapítanunk, és most újra felolvasom itt a mai evangéliumi szakaszból ezt a kis részt, ezt a hasonlatot. Szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek, tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket, mármint a prófétákat.
És így ismernek föl bennünket is. Ez a fontos következtetés, amelyre utaltam, hogy a mi életünk gyümölcse is meghatározóak, mert már eleve a viselkedésünk, a stílusunk, a beszédmódunk, a modorunk, a tetteink, az önző vagy önzetlen megnyilatkozásunk, tehát mindaz, amik vagyunk a tetteinkben, a szavainkban, a megnyilatkozásainkban, tehát minden külső jelben, amit mi kibocsájtunk magunkból, ez nem a legmegfelelőbb kifejezés, mert ezek tudatosan vállalt megnyilatkozások, ha meg nem tudatos, akkor már az eleve az is baj, hogy nem figyelünk oda a viselkedésünkre. De ezek a jelek, amelyeket adunk magunkból, mások felé jelzünk, és másoknak átadunk, ezek mind tanúságtevő, vagy hiteltelenítő megnyilatkozássá válnak a keresztény élet tekintetében, mert ezek gyümölcsök. És a bennünk lévő értékeket, vagy a ránk bízott evangéliumi értéket ezekből a jelekből, mint gyümölcsökből ismerik meg az emberek, ezekből fogadhatják el, vagy utasíthatják el magát Krisztust, és az ő értékeit, az ő evangéliumi értékét, üzenetét. Proféták vagyunk, gyümölcsöt kell hoznunk, ez kötelességünk, vagy emberi természetünkből fakadó adottság is, hogy ha tetszik, hanem a szavaink, a tetteink azok a belső tartalmainknak, értékrendünknek, erkölcsi elveinknek, vagy hitünknek a külső jelei, gyümölcsei, tehát ez emberi adottság, de tudatosan vállalt keresztény küldetés is lehet, hogy jót tegyünk, jót adjunk, jót mondjunk, jó gyümölcsöt hozzunk. Ez tudatos feladat az evangélium profétai küldetésében. Köszönöm kedves nézőink mai figyelmét. Gondoljuk tovább a profétai sorsnak, vagy profétai küldetésnek jellemzőit, és helyezzük bele önmagunkat is ebbe a feladatba, feladatkörbe. Ha krisztusiak vagyunk, ha Isten nevében küldöttnek, érezhetjük magunkat, mert megszólított az Úr, és igent mondtunk az ő közösségében, az ő egyházában, a keresztség által, a prófétai küldetésre, akkor vállaljuk ezt bátran. Legyünk hitelesek, következetesek, mi magunk óvakodjunk a hamis prófétáktól, de legyünk igaz prófétái, mindnyájan az Úrnak. Ezt kívánom a Lélekemelő című műsorunk végén, a Jóisten áldását kérve kedves nézőink életére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!